jöttem én. Súlyos látássérült vagyok. Nagyjából így születtem, de valamennyit megláttam korábban. És azért jöttem ide. Leküzdve minden félelmemet, mert a közmédia az enyém is, ami nagyon demagógnak hangzik. Tehát ezt a médiát használta fel a jelenlegi államhatalom arra, hogy bennem azt a félelmet keltse, hogy onnantól akár meg is hallhatok, mert ha elveszik az én rokkant nyugdíjamat, akkor nem tudom, hogy miből fogok megélni, mert a ápolónő feleségem gyeséből, meg a 21 hónapos kisfiam családi pótlékából ez nem biztos, hogy menni fog egy albérletben Tatabányán 2011-ben. És hát amikor meghallottam a hírekbe, hogy itt hangos zenével, meg éjszakai reflektorral, meg perrel való fenyegetésekkel próbálják ezt a demonstrációt megszüntetni, akkor az nem átlépett egy gátat, és azt mondtam, hogy jó, hát akkor inkább félek a helyszínen, félek attól. Bocsásson meg, csak lehet, hogy a rádióból keresnek megnézni, hogy ki hív engem? Igen, hát magántelefonszám. Bocsásson, hogy fölveszem. Nagy Zoltánnak hív. Nagy Zoltán vagyok. Igen, mi történik? Balázs! Mi történik? Bocsánat. Te milyen minőségben vagy itt? Biztonsági vezető, igazgatóhelyettes, vagy mi vagy te? Miként vagy te itt? Itt van segítőként. És mi közön van nekem a biztonsági igazgatóhoz? Szeretném megkérni, hogy gyere be. De te miként? Milyen minőségben? Most nekem munkáltató jogkörű, vagy semmi közön nincs a biztonsági igazgatóhelyetteshez. Jó, nem akarsz bejönni? Miért jönnék be? Mert szeretnék veled beszélgetni. De mi? Miért beszélgetnék én veled? Hát itt mindenkire tartozik. Börőc István jöjjön ide. Rögtön közölném mindenki, vagy nem járultam hozzá, akkor a fénykép és egyéb hang, videófelvétel elkészítéséhez, megjelenítéséhez, szerepeltetéséhez. Ahhoz képest a biztonsági szolgálat felvette azt, amit mi beszélünk. Itt kamerával vesz fel minket. Ki járult hozzá, hogy itt ez a kamera bárkinek a arcát rögzítse? Valaki hozzájárult? Nem, ugye? Mert felelős vagy te. Azért az a kamera, ami ott vesz minket, arcunkat, de vesz, és nézitek is a felvételeket. Valaki hozzájárult ehhez? Senki, ugye? Megsértítetek a adatvédelme, személyi adatok védelméről szóló jogszabályokat, rendkívüli adatok, különleges adatok védelméről szóló jogszabályokat. Akkor ez vagy? Mióta vagy te pressz? Gyere be! Vedd csak ki, miért vagy te pressz? Most ne személyeskedj el. Hát nem vagy újságíró, hogy lehet neked presszkártyád? Én ki vagyok. Hát azt mondtad, hogy biztonságban. Nem jöttök be? Nem jöttök be? Miért jönnénk be? Nem ez a kérdés, bejössz vagy nem jössz? De miért jönnék be? Jó, akkor nem jössz be. Köszönöm szépen. Köszönöm mit szépen, uraim. Nem kívánok. Miért jött ki? Nem tudjuk. Hát ez biztonsági valami. Akkor miért mennél van egy eldugott presszkártyája, nem tudjuk. Megkérdezik, hogy mi? Bocsánat, hogy kérlek, de volt az ügyről jöttem hozzá. Most ki volt? Munkaügyről teszek jönni. És ezt át kell adnom. De ő kicsoda volt, milyen minőségben? Én ezt szeretném majd folytatni, úgyhogy ezt a rendkívüli felmondást a munkáltató részéről. De ki vagy? Ki vagy te? Munkaügyről vagyok, az adminisztratív részét szeretném adni, amennyiben lehet. Nem adhatsz át jogszabály szerint. Munkahelyi beosztás, nincs ilyen. De nincs vagy nem gyakorlhatsz munkáltató jogkör. Jó, akkor itt van egy hölgy, aki hebeg, habog, munkáltató jogkört nem gyakorolhatja, a Magyar Köztársaság törvényei szerint munkáltató jogkört nem gyakorolhatsz, nem adhatsz át semmit. Három napon belül szeretnéd átadni? Szeretném nem átadni, hanem szeretném, hogyha a leszerelést, egyéb dolgokat. De miért? De milyen leszerelést? Miről beszélsz? Katonák vagyunk? Katona vagyok, le kell szerelni. Nekem ezt meg kell próbálnom. És nem ér hebegsz, habogsz, mondjad azt, hogy miről van szó. Azért, mert szeretném odani, és nem sikerül meg. Miért téged kérnek meg? És miért vállal valaki ilyet? Miért vállal adatom? Ez az én munkakörömhöz sajnos tartozik, hogy ilyeneket is. De vagy a munkáltató, melyiknek vagy a munkáltató? Milyen munkáltató jogkör gyakorolsz te itt? Nem gyakorlom, hát akkor mit akarsz? Ki vagy te? De akkor mit akarsz? Hát akkor ne haragudj, hozd ide a munkáltató jogkör gyakorlom, menjen át. Mit próbáltál meg átadni? Igen, ez most ebben a pillanatban
Ez kabaré, ugye a Magyar Köztársaságban vannak még törvények. Ha valakinek valami papírt át akar adni, nyilván nem egy személyzetosztály, ki tudja milyen dolgozó, ami nem igazolta magát, azt se tudjuk, hogy kicsoda. Előtte egy biztonsági szolgálatnak valamilyen beosztottja, aki presszkártyát benyomott, után eltakarta, azután ott nyilatkozott. A Klubrádióban vagyunk, Élibe Balázs, hallanak téged. Elképesztő dolgok történnek. Igen. 17 napja éjségsztrájkokat előtte fényeffektusokkal, hangeffektusokkal próbáltak ellehetetleníteni, megsértették a gyülekezésről szóló jogszabályt, ez ugye bűncselekménynek számít, most pedig legyengült szervezetű embereket itt mindenfajta egyik biztonsági szolgálatra hivatkozva próbál minket, hogy menjünk be az épületre, aztán egy hebegő, habogó, magát nem tudom, személyzeti asszisztensnek nevező hölgy mondja, hogy 3 napon belül valamit át akar itt adni. Elképesztő, nem tudom, mi történhet még ebben az országban. Munkáltató jogkört nem gyakorolhat, az MTV alkalmazottai fölött a munkáltató jogkört egy Böröc Istvánnak hívott. Kihangosítottam út, bolgár úr, azt kérdezik Önt, hogy el akarnak-e küldeni innen bennünket? Nem minket akarnak elküldeni, úgy értelmezzük, hogy valami papírt akartak átadni Szávó Jaranka kollégámnak, a TFS alelnökének, és nekem, aki szintén a Televíziósok és Filmkészítők Független Szakszervezetének alelnökei vagyunk. Csak sejteni tudjuk, hogy talán valami fajta munkaviszonnyal kapcsolatos papírt, itt sugdossák valamit, lehet, hogy rendkívüli felmondást akarnak átadni. A rendkívüli felmondással nagyon szigorú szabályok vannak. Jelzem itt mindenkinek tanúk előtt, hogy az illetékes szakszervezet véleményét előzetesen ki kell kérni a munkáltatónak. Nem egyetértés, de véleményét, a szakszervezet vezetőségének tagja vagyok, nem tudok olyan írásbeli megkeresésről, hogy bármelyik vezető tisztségviselővel kapcsolatban előzetesen véleményeztetni akarták azt, hogy meg akarják szüntetni rendkívüli felmondással a munkaviszonyát. Arról tudunk, hogy a munkáltató 2-3 héttel ezelőtt megpróbálta rendes felmondással megszüntetni 8 TFS vezető tisztségviselő munkaviszonyát. Mind Szávó Jaranka, mind én rajta voltunk ezen a listán. Ezt a rendes felmondáshoz szükséges szakszervezeti egyetértést a szakszervezet vezetősége nem adta meg. Jelezte a jogszabályoknak megfelelően, hogy a szakszervezeti munka ellehetetlenítésére irányuló, a szakszervezeti tevékenység miatti hátrányos megkülönböztetésről, retorzióról van szó. Ezt szeretném azt is mondani, hogy körülbelül 3 héttel ezelőtt marasztalt el a bíróság, helybehagyva az egyenlő bánásmód hatóság döntését, hogy az én munkaviszonyomat már 2006-ban is megtorlással szüntette meg a munkáltató, ez 2009. december 2-án jogerős ítélettel jogellenesnek nyilvánított a fővárosi bíróság. Most sajnálatosan annak vagyunk a tanúi itt a Magyar Köztársaságban, ami még az, december 31-ig, hogy a munkáltató jogutódja, az MTVA úgy próbálja felszámolni a szakszervezetet, megakadályozni a hírhamisítók miatti demonstráció folytatását, úgy próbálja megvédeni saját pozícióját, hiszen javasoltuk a munkaviszonyok megszüntetését, hogy minket próbált mindenfajta fizikai kényszerrel, nyomásgyakorlással, ellehetetlenítéssel, erőszakkal, most pedig jogellenes munkáltatói felmondással munkaviszonyokat megszüntetni. Nem először látjuk azt, hogy ez a intézmény lábbal tiporja a Magyar Köztársaság törvényeit, lábbal tiporja a média szolgáltatásról szóló törvényeket, hamisítva közöl híreket, most pedig, mondom, megpróbálja a manipulációk ellen fellépő, a munkavállalók jogait képviselő szakszervezeti vezetőket, miután rendes felmondással nem tudta megszüntetni a munkaviszonyokat, rendkívüli felmondással elküldeni őket. Szégyellem az egész közmédia vezetése nevében azt, ami itt történik. Sajnálom azokat az embereket, akiket ágyújtöltelékként használnak arra, hogy egy brutális diktatúrát építsenek ki a közmédia vezetőinek segítségével. Igen, hallak, jó estét kívánok, köszöntöm a Klubrádió hallgatóit. Nem tudom, hogy pontosan azért, hogy mi volt a levélben, nem vettük át, hiszen egy hebegő, habogó, általam ismeretlen személy akart átadni.
a munkaviszony megszüntetésének rendkívül szigorú szabályai vannak, az én esetemben ezt már bíróság is megállapított, hogy hogyan kellene ezeket megtenni, szakszervezeti vezetők esetében pedig pláne különleges szabályok vannak. A mi munkaviszonyunkat 2-3 héttel ezelőtt vagy egy hónappal ezelőtt már rendes felmondással megpróbálták megszüntetni, ahhoz kell a szakszervezet egyetértése. Én amúgy az üzemi tanácsnak tagja vagyok, üzemi tanács egyetértés kell a rendes felmondáshoz, rendkívüli felmondás esetén pedig az üzemi tanácsnak, aminek tagja vagyok, és a szakszervezet vezetésének a véleményét előzetesen ki kell kérni, semmifajta előzetes véleménykikérés nem volt, megint jogellenesen próbál a munkáltató fellépni, nem először, amúgy pedig a munkáltató jogokat gyakorló közvetlen vezetőt nem láttuk itt, tehát nem tudom, hogy ki milyen alapon próbált nekünk bármit is átadni. Visszavitték a levelet, bár előtte a biztonsági vezető nem mondta, hogy miről van szó, csak be akart hívni, nem tudom, hogy teázni, vagy meg akart hívni egy éjségsztrájkoló 17 nap után egy szendvicsre. Volt nála egy bújtatott presszkártya, ami nem tudta megmondani, hogy milyen módon van egy újságíró valami igazolványa egy biztonsági vezetőnek, és utána pedig azt mondta, hogy az ő arcképmásának rögzítéshez nem járult hozzá, miközben olyan területen vagyunk, ahol folyamatosan történik képrögzítés itt a sarokban elhelyezett kamerával. Ezzel kapcsolatban amúgy az ombudsmanhoz, az adatvédő ombudsmanhoz már májusban beadvánnyal éltünk, és ez a vizsgálat folyamatban van, tehát szeretnénk tudni, hogy a itteni összegyűlt embereknek a képmását milyen célból, hol rögzítik, és hogy ki járult hozzá. Itt megkérdeztem mindenkit, senki nem járult hozzám, úgyhogy rögzítsék ezeket a felvételeket. Az üzemi tanáccsal, meg a szakszervezet többi vezetőjével és a többi szakszervezettel kapcsolatban vagytok? Tudnak arról, ami történik? Én most érkeztem ide, mert egy másik helyen voltam éppen. Én nem tudom, hogy ki miről tud. Itt vagyok 17 napja, éjségsztrájkolok. Nekem senki nem mondott ilyet. Amúgy annak a szakszervezetnek, aminek alelnökei vagyunk, hát annak a vezetését kell először tájékoztatni, hogyha meg akarják szüntetni rendkívül felmondással a munkaviszonyunkat egy előzetes véleménnyel. Minket ilyennel nem kerestek meg. Talán be kellene tartani jogszabályi követelményeket annak a MTVA vezetésnek, amely lábbal tiporja Magyar Köztársaság alkotmányát, lábbal tiporja Magyar Köztársaság törvényeit, hírhamisítókat, hírmanipulátorokat rejteget. 5-6 éjségsztrájkolás után rúgják ki azt a vezetőt, aki másfél évét élő terrort hozott létre ebben az intézményben, most pedig azokat próbálják elhallgattatni, akik megpróbálják megakadályozni azt, hogy itt jogsértések folytatódjanak, és megpróbálják lemosni a gyalázatot a közmédia épületéről és a közmédia dolgozóinak becsületére, amit ejtettek mások gazemberségükkel. Akkor a melletted a tiltakozásban résztvevő fogyatékos fiatalember, aki fölhívott minket, nyilván ő is egyik azoknak, akik támogatásukról biztosítanak, de jókor hívott föl, mert akkor megpróbálok az üzemi tanácsnál meg máshol érdeklődni, hogy nem akarnak-e valamit csinálni, hagynak-e benneteket ott kint fagyoskodni tovább a 18. napon is, vagy esetleg valamit lépnek. Hát igen, most azt mondom, hogy ez a kérdés már ilyen módon valószínűleg máskor is felvetődött, kérdezd meg, mi a véleményük, én mondom, ebbe a helyzetbe belecsöppentem, amúgy pedig elmondom, hogy azért már nagyon sok ugye kirúgási folyamat zajlik. Itt nem csak a jogszabályokat nem tartják be, hanem embertelen, antihumánus, most már azt kell mondanom, hogy tényleg gestapo módszerekre emlékeztető módon próbálnak itt embereket elhallgattatni. Én megéltem még fiatalon egy diktatúrának a végnapjait, nem akarom, hogy újból diktatúra legyen ebben az országban. Felháborító gazemberség, ami itt történik. Sok erőt kívánok még, mert valószínűleg szükségetek lesz.